Újabb cunami lehetőségére figyelmeztettek az indonéz hatóságok a hétvégi természeti csapás után. Mindenkit arra kérnek, hogy kerüljék el azt a partvidéket, ahol vasárnap 430-an vesztették életüket egy vulkánkitörést követő szökőárban. A mentőcsapatok sorra gyűjtik össze az elzárt szigeteken rekedt embereket, és magasabban fekvő átmeneti szállásokra viszik őket. A heves esőzések azonban rendkívül megnehezítik az erőfeszítéseiket. Nagyon félek, hogy megint jön egy cunami, ezért inkább biztonságosabb helyre menekültem. Mindig aggódom, amikor a vízszint megemelkedik, és ha esik, akkor áradás is lesz, ezért inkább a menhelyen maradok, mondja egy asszony. Az ivóvíz és a gyógyszerek hiánya pedig csak tovább nehezíti az átmeneti szállásokra menekültek életét. Az egész családom retteg, mert a házunk megsemmisült, a csónakom is eltűnt. Ide menekültünk arra az időre, amíg az időjárás újra normális lesz, mondja egy indonéz férfi. Indonéziában ez már a negyedik súlyos természeti csapás az idén. Júliusban és augusztusban földrengés, szeptemberben pedig szökőár pusztított. A mostani cunami váratlanul csapott le a Szumátrát és Jávát elválasztó szorosnál. A 430 halálos áldozaton túl több mint 150 ember eltűnt, a sérültek száma pedig eléri az 1500-at.